Göncz Árpád köztársasági elnök 2015. október 6-án fejezte be földi pályafutását. Veszprémben minden évben összegyűlnek tisztelői ezen a napon és felidézik elnök úr emlékét. 2000-ben Árpi bácsi kezdeményezésére született meg az Elnökök Ligete Veszprém szívében, ahol 12 fát ültetett az államfői találkozón résztvevő 12 közép-európai elnök. Az eltelt 23 év alatt hatalmasra nőttek a fák, lábaiknál emlékkövek őrzik ültetőjük nevét. Itt jönnek össze a veszprémiek, akik most arra hagyományjá érlelték, hogy mécseseik és virágaik mellett nemzeti szín szalaggal is körbeölelik Göncz Árpád fáját. A résztvevők a magukkal hozott szalagokat egymáséhoz kötik, majd együtt körbejárva díszítik fel a magas kőrist. A megemlékezés résztvevői idén szokatlan kellékkel érkeztek a ligetbe. Ugyanis az összejövetel szervezői úgy gondolták, hogy Veszprém szívében minden értelemben legyen tiszta Európa ezen a koraüszi délutánon, és arra kérték a résztvevőket, így készüljenek. A súrolókefékkel és törlőkendőkkel felszerelkezett emlékezők az elhanyagolt, koszlott emlékköveket lesúrolták és megtisztították. A szokásos díszeken túl ezúttal papírlapokra írt üzeneteiket is emlékül hagyták, amelyeket Árpi bácsinak címezték ugyan, de mindenkihez szólnak.